to je žena. Az előző részekben láthattátok, hogy hogyan is néz ki az adriai olívaszüret, sajtoltunk extra szűz olívaolajat, és az is kiderült, hogy mitől is fekete a fekete risotto. Majd szabad tűzön grillezett pleskavicát készítek nektek, hiszen itt Soltán még novemberben is lehet kint sütögetni. De mielőtt még nekiláltak a főzésnek, átugatok ide Splitbe, a hétfői piacra, hogy itt megvegyem a legfrissebb zöldségeket. Hazudnék, ha azt váltanám, hogy a pleskavica egy tipikus soltai étel, mint ahogy az bizonyára ti is jól tudjátok, ez az egész balkáni régióban elterjedt eledel, ami miatt mégis úgy döntöttem, hogy én ezt az ételt ma el fogom készíteni. Az egyrészt az, hogy élni akartam a lehetőséggel, hogy itt most még jó idő van, meleg van és a szabadban lehet sütögetni. A másik pedig az, hogy a pleskavica egyik elmaradhatatlan összetevője, kísérője, az ájvár, az tipikusan ebben az őszi időszakban készül. Ami a pleskavicát az amerikai hamburgertől megkülönbözteti, az tulajdonképpen az, hogy a pleskavica az mindig szigorúan legalább kettő, de lehet, hogy éppenséggel három különböző húsféléből készül. Amit én most itt el fog készíteni, ez konkrétan marha, sertés és egy nagyon kevés bárányhúsnak a keveréke. Ja igen, van még egy dolog, amiben eltér a pleskavica hamburgertől, ez pedig az, hogy a pleskavicába jó sok vörös hagymát szokás rakni. A felszeltett hagymát beledobom a húsba, jó alaposan megsózom, adok hozzá tört borsot, hozzárakok egy gerezd fokhagymát, utolsóképp még egy kis piros paprika is kerül bele, az egészet jó alaposan kézzel összegyúrjuk. Megvan a pleskavica alapja, a parázsok pedig tök szépen leégett, úgyhogy elkezdjük megcsinálni az ájvárt is. Az első lépés, hogy egy jó kis faszénparazsot készítünk. Oké, hideg van, esik az eső, már nincsen faszénparázs, akkor is lehet ájvárt készíteni, természetesen jó forró sütőben. Itt viszont még nincsen hideg, van faszénparázs, úgyhogy fölé is rakok egy ilyen kis rácsot, előtte szétkoszlom valamelyest a faszénparazsat. És az első lépés az az lesz, hogy szépen megmosott paprikát és paradicsom fogok rádobálni a tűzre. Nagyon ritka, hogy egy ételnél az lenne a feladat, hogy jó feketére meg kéne égetni, de kezdő háziasszonyok, figyelem, ennél az ételnél pontosan ezt kell csinálnunk. Nézzétek meg, feketére van égetve a paprikának a héja, és ez még csak a kezdet. Szépen minden oldalát így meg fogunk sütni. A paprikák sisteregnek, sercegnek, pattognak, rotyognak, és közben valami fantasztikus sült paprika illat terjeng mindenfelé. És ha azt látnátok, hogy az egyik paprika már nagyon fekete, a másikkal meg alig történt valami, akkor semmi para, egyszerűen csak hagyni kell őket helyet cserélni, és már is minden rendben lesz. Közben ne feledkezzünk meg a padlizsánról sem. Nézzétek meg, hogy ez a gyönyörű szép lilás padlizsán szín egy ilyen mély barna tónussá változott. Ezen nem látszik annyira, hogy megsült, hogy megégett, de ennek ellenére ennél is ez a cél. Tehát ugyanúgy, mint a paprikánál, a padlizsánnak is a héját meg kell égetni. Nagyon jól néz ki, imádom őket. Igen, amire még szükség lenne, ez egy azbest kéz, vagy hogyha az éppen nincsen kéznél, akkor használtunk egy csipeszt is, így amikor már nagyon kezd forrósodni a helyzet, akkor áú, meg akart szökni, de semmi baj, visszaugrok. Szóval amikor már nagyon forró a helyzet, akkor lehet, hogy egy ilyen csipesszel tőle megyünk. Én azért szoktam az elején kézzel dolgozni, mert itt egy jó fogdosni őket. A paprikák és a padlizsánok gyönyörűen megsültek, megfeketedtek. Majd most képzeljétek el, hogy most ezek tűzforróak, a paprika is, a padlizsán is. Ezeket most berakom ebbe a tálba, és tulajdonképpen úgy fognak kihűlni, hogy ők most tűzforró, még így szépen megfőzik saját magukat. Na, nézzük, mi történt itt a zöldségekkel időközben. Hát először is itt vannak a és összeszottyat padlizsánok, de ezekkel majd egy kicsit később foglalkozom, ezeket félrakom, és fókuszáljunk a lényegre, a paprikára. Már azt látjátok, hogy szép szenesre égett a héja, de így, hogyha egy kis ideig így ezek pihengetnek, megpárolódnak, akkor ez az elszenesedett héj, ez itt tökéletesen, nagyon könnyen eltávolítható, nézzétek meg, hogy az alatta levő hús, ez gyönyörű, szép, piros, fényes, fantasztikus sült paprika illatot áraszt, de a fekete részekkel egyáltalán nem fogunk találkozni. Mert
összejön az összes paprika. Most azt fogom csinálni, hogy mindegyiket itt bevágom, tulajdonképpen ketté vágom, és a húst eltávolítom, leválasztom a magházról. Magokat pedig egyszerűen így lesimítom a paprikának a húsára. Na most jön a paradicsom, szintén bevágom, kifordítom, előveszek egy tálat, és azt fogom csinálni, hogy a megsült paradicsom húst azt így bele fogom kaparni a tálba. Megvan a paradicsomunk, megvan a paprikánk, ez az egészet egy klasszikus régi húsdarálóval elkezdem ledarálni. Természetesen ezt egy botmixerrel is meg tudjátok csinálni. De ilyenkor arra figyeljetek majd, hogyha botmixerrel csináljátok az ájvárt, hogy ez ennek darabosnak kell lenni, amit természetesen ez a húsdaláró tökéletesen csinál. Botmixerrel úgy csináljátok, hogy ne legyen túlságosan lepépesítve. Tehát ez nem akkor jó, hogyha egy ilyen teljesen homogén pér, hanem akkor, hogyha kis paradicsom meg főképp paprika darabok vannak benne. Nézzétek meg, a húsdaláró az tökéletesen tudja a dolgát, gyönyörű darabosra darálja le a paprikánkat. Csak az ujjatokra vigyázzatok. Jön bele a paradicsom, és ugyanígy ezt is szépen turván áttörjük. Nézzétek meg, milyen gyönyörű szép krémet csináltunk. Ebben most még beleküldünk egy kis sót, rakunk bele bőven fekete borsot. Az egészet így összekeverem. Most iszonyatosan jól néz ki, de ez még nem ájvár, ugyanis ahhoz, hogy ájvár legyen, még olajat kell hozzárakni. Olívaolajat fogok hozzáönteni, és ezzel is szépen elkeverem. Az ájvár elkészült. Iszonyú finom lett. Semmi más dolgom nincs, mint hogy összedobjam a pláskavicát. A hús érlelődött egy pár órát, és most azt fogom csinálni, hogy egy picit beolajozom a tenyerem, és a húsból kis gombócokat fog gyúrni. Lerakom a rágódeszkára, szép óvatosan, hogy megmaradjon a kerek formája amennyire lehet, így kilapítgatom. A kész pláskavicákat beolajozom mindkét oldalukat, gyorsan feldobálom őket a forró forrás fölé. Nézzétek, milyen jó kis kenyeret álltam a péknél, ezek a bucik összelettek tapasztva és így egybe megsütve, ezeket fogom most így szépen szétszedegetni. A bucikat félbevágom, és földobom a parázsra, hogy egy picit megpiruljon. A bucit megkenjük ájvárral, rádobunk egy frissen sütött pleskavicát, és salátalevéllel, paradicsommal, friss hagymával turbózzuk fel. A tetejére jön még egy kicsi az ájvárból, és kész is a parázson sült pleskavica burger. Ha rossz az idő, esik az eső, akkor se adjátok fel. Süssetek pleskavicát serpenyőben, és gondoljatok a nyárra. Ígérem, hamarabb itt lesz, mint gondolnátok.